A kuvasz őseinkkel a népvándorlás során érkezett a Kárpát-medencébe, mint a nyájak nagy testű, határozott fellépésű védelmezője. Sokan a legszebb pásztorkutyának tartják, nem is ok nélkül. Megjelenése tetszetős, nemességet, erőt, bátorságot sugároz. A kuvasz ősi magyar pásztorkutya a honfoglalás előtti időszázadokban már velünk volt, tulajdonképpen a pásztorkodó nomád elődeinknek az egyetlen és hathatós fegyvere volt, mert ő volt az, aki a rablóktól és egyéb vadaktól meg tudta védeni az embernek a legnagyobb kincsét, a gulyát, a marhát, hiszen ez volt minden vagyona. Ez meg is határozta a kuvasznak a jellemét, hiszen a magyar pásztorember azokat szelektált, azokat válogatta ki, amelyek minden különösebb irányítás nélkül el tudták látni a feladataikat. Jól lehet, hogy ez a fajta sok változáson ment keresztül mi ezt a mai formában megmutatjuk, azonban eredeti jellege, a pásztor ösztöne, az mindvégig megvolt és hozta magával a különböző fajta nemesítések után is. A kuvasznak a története mindaddig volt virágzó, amíg a pásztorkodás volt a döntő, amikor kezdtek az őseink letelepedni, ugye a földművelés bevezetésével kevesebb volt a csorda, kevesebb volt a gulya, kevesebb kuvaszra volt szükség, ekkor a kuvasznak a feladata lényegesen megváltozott, most már a tanyákat, a portlákat kellett őrizni, és kevesebb feladat jutott a pásztor melletti szolgálatra. A második világháború után újra kellett az egész tenyésztést éleszteni, ebben nagyon elhivatott emberek fogtak össze, felkutatták a meglévő egyedeket, amik nagyon sokszor nem jó minőségűek voltak, azonban a fajta tisztaságát meg lehetett állapítani, és így indult meg a második világháború után a tenyésztés. A kuvasz nagy termetű, erős felépítésű, ugyanakkor elegáns megjelenésű kutya. Marmagassága, mellkas szélessége, csontozata mutatja erejét. Jellemző fejformája, arcori része enyhén domború koponyája, enyhe átmenetű stoppal és enyhe barázdával a két szem között. Fültűzése a koponyával egy szintben van. Arányos méretű, háromszög alakú fülei vannak, sötét pigmentációjú fekete szemek, erős fekete arc, orri rész, száraz ajkak jellemzik a kuvaszt, és nagyon fontos, hogy a szeme ne kerek, hanem enyhén húzott száraz képet mutasson. Erős nyaka, a nyakon egy kicsit hosszabb szőrzet, jellemzőek mozgásigényéből adódóan a válszögelései, végtag szögelései, végtag állásai, egyenes, feszes hátvonal, hosszú farok, ami azt segíti, hogy a kutya mindig jól tudjon mozogni, és mindig képes legyen arra, hogy megvédje a környezetét. Jellegzetes szőrzete van, csontfehér színű, enyhén göndörödő szőrzet, és jellegzetes lécek alakulnak ki a szőrzetben, amely a kuvaszt kuvasszá teszi, és megkülönbözteti a többi hasonló fajtától. Érdekessége még a farok végén az enyhén kunkorodó, féloldalra menő farokvég. A kuvasz ősei már a középkorban is részt vettek a hasonló nyugat-európai fajták kialakulásában. A jelenlegi fajta állomány kitűnő tulajdonságait napjainkban számos külföldi tenyésztő használja fel a nemesítési munkában. Sokan a kuvaszt kiszámíthatatlan, agresszív kutyának tartják, holott ennél a fajtánál is csak rossz, kegyetlen tartásmód rontja el az amúgy normális, kezelhető, gyerekszerető fajtát. A kuvasz bátor, kitűnő őrzővédő ebb.
idegenekkel szemben alapvetően bizalmatlan, általában egy gazdás kutya. Fiatal korában könnyen nevelhető, 2 éves kor felett azonban már nehezen változik. Különleges jelleme, az évezredek óta génjeiben hordozott szabadság szeretete, nagyfokú önállósága mindenképpen kutyához értő, következetes gazdát követel. Nagypapámtól egy centrumszatyorba kaptunk egyet a költözésünkkor, és igazából innen lett a kuvasz. Mindig is, édesapám mindig is szerette a magyar fajtákat, és elköltözéskor ez volt a nagy ajándék. És innen eredt, ez 1982-ben volt, utána jött a következő rá egy 4 évre, hogy ne legyen egyedül az egyik kutyus, és igazából azóta nálam van most 6 kuvasz, édesapáméknál pedig 2. Így lett, és nagy szerelmesei lettünk megismerve a fajtát ezeknek a csodálatos kutyáknak. Azt mondom, hogy a legkényelmesebb és kellemesebb kutyák, nyilván kertes házba célszerű tartani, termete és mozgásigénye miatt. Barátaimnak mindig csak úgy beszélek róluk, hogy az istenek, mert fantasztikus, hogy amikor az ember játszani szeretne velük, akkor futkároznak, mozgékonyak, jönnek, rohannak, de amikor látják, hogy munka van, vagy éppen csendbe kell lenni, vagy nyitjuk a kaput, kiállunk a kocsival, akkor azt megtanulják az idők során, hogy akkor ők elvonulnak, békességben, nyugalomban, csendben lefekszenek, de abban a pillanatban, hogy látják, hogy lehet szaladni, lehet futkározni, lehet játszani, rögtön ott termednek. Mindenféleképpen határozott embernek javasolt, legalábbis a kankutya. Szukakutyát én azt gondolom, hogy bárki tarthat. Egyetlen egy fontos dolog van, hogy kiskorában, még egész pici a kutya, le kell rendezni az erőviszonyokat, ami egy nagyon egyszerű csontpróbával is tud zajlani, hogy az ember ad egy csontot neki. Van, amelyik kutya ilyenkor, ha bevonul a házába, akkor megmorogja a gazdit, akkor kell neki egy nyaklevest adni, hogy tudja, hogy ilyen szituációban, sőt semmilyen szituációban a gazdi se nem morogható, se nem támadható. Ezt ki kell provokálni az elején, célszerű. Van, amelyik kutyus nem reagál morgással, nem bántja a gazdit, nem morog rá, nem akar odakapni. Van, amelyik viszont igen. És ilyen pici korban, 3-4 hónapos korban ezt nagyon könnyen le lehet rendezni, ez nem egy nagy történet, tényleg az ember ad neki egy pici nyaklevest, és akkor tudja, hogy hova tartozik. Ezt javasolt, szukakutyát igazából mindenkinek tudok ajánlani, kankutyát tényleg egy határozott ember kell, hogy tartson, mert azért a kanok vérmérsékletileg kicsit azért mások. Nyilván nem ágyban alszik egy kuvasz, ezt gondolom természetes mindenkinek, illetve egy bizonyos észszerű határt kell tartani, amit azért, hogyha valaki kertben kuvaszt tart, azt gondolom, hogy nem ölepként tartja, és ha ezek a határok rendezettek, akkor nincsen semmi gond. Nem kell utána kiprovokálni, nincsen utána morgás, egyszerűen csak szeretetben, nyugalomban, békességben kell tartani. Nálam nagyon sok cica is van, más kutya is, gyerekek is járnak rendszeresen a kutyákhoz, nincsen probléma vele. Egyetlen egy van, hogy tudni kell azt, hogyha idegenek jönnek, akkor a kuvasznak van egy területe, amit ő őriz, és oda nem feltétlenül kell idegeneket beengedni, mert amíg pici, addig nincsen semmi gond, de ahogy nő, ugye egyre jobban az ösztön dolgozik benne, és célszerű akkor, ha idegenek jönnek, vendégek jönnek, akkor elzárni őt. Kuvasz okos, intelligens kutya. Aki nem rest vele rendszeresen foglalkozni, az a gazdáját rajongásig szerető, annak tulajdonát mind halálig védelmező, lenyűgöző szépségű kutyát kap fáradtságáért cserébe. A komondor az egyik legismertebb pásztorkutyafajtánk. Valószínűleg őseinkkel a népvándorlás idején került a Kárpát-medencébe, de nem kizárt az sem, hogy ezeket a nagytestű pásztorkutyákat a kunok hozták be, még a 13. század közepén. Feladata már akkor sem a terelés volt,
hanem a kuvaszhoz hasonlóan a nyáj megvédése a ragadozóktól és a tolvajoktól, hiszen őseink legfontosabb vagyontárgya maga az élő állat volt. A komondor ázsiai eredetű pásztorkutyafajta, minden valószínűség szerint őseinkkel került a Kárpát-medencébe, és őseink nagyon vigyáztak arra, hogy semmilyen másfajtával ne keveredjen. Azokat az egyedeket hagyták meg, amelyikkel kitűnően őrizték a genetikai tulajdonságokat, és ezeket a tulajdonságokat a mai korra is sikerült megmenteniük. Ma sajnos már nem ez a feladatuk, nagyon kevés helyen őriznek állatokat, tanyákat, gyümölcsösöket. Urbanizált világunkban ugye kertek, házak, lakóházak udvarán szépítik a kertet, nem tudnak annak a feladatnak megfelelni, amit őseink elvártak tőlük annak idején. A komondor őseinknél is hatalmas termetű kutya volt, tehát a hasonló pásztorkutyáknál is látjuk, a pásztorkutyák általában robosztus, nagy termetű kutyák. Ez elsősorban azért volt fontos, mert gulyák nyája körzésénél farkasok keveredhettek oda, akik megtámadták az állatokat, és a komondor jól el tudta látni azt a feladatot, hogy megőrizze ezektől az állatokat. A fehér szín azért volt nagyon fontos, mert a sötétben meg kellett különböztetni az esetleg odatolakodó farkastól, más vadállattól, és a sötétben a fehér szín jól látható volt. Hallomásaink szerint 9 egyed maradt a háború után, és ebből kellett újraépítkezni. Tehát ugye a katonák, akik a tanyákra be akartak menni, azok másképpen nem tudták megoldani ezt a helyzetet, kénytelenek voltak lelőni a kutyákat, és nagyon sok portán kuvasz komondor volt, így aztán a komondor állomány ezt megsínlette. 350-400 egyed születik egy évben, egy 2-3 évvel ezelőtt ez 700 volt, nagyon visszacsökkent az állomány, ezt úgy tudjuk arányítani, hogyha azt mondom, hogy 100 000 példány születik másfajtából, és a komondorból 350, akkor ez iszonyatosan kevés. Legelőször, amikor ránézünk egy komondorra, egy komondor nem kvadratikus, hanem téglalap alakú felépítésű, egy kissé hosszabb, de nagyon izmos hátvonal jellemzi a fajtát. Az első benyomás a komondorról a hatalmas méret és tömeg. De most ez a méret nem biztos, hogy a marmagasság határozza meg, mert vannak tőle nagyobb fajták, de amikor ránézünk, a régi sztenderdek is, meg a mai is azt említi, hogy a dongás mellkas. Ha szemből vizsgáljuk a kutyát, vagy oldalról nézzük, mint egy hordó. És maga ez a dongás mellkasra illeszkedő erős, nagycsont, oszlopszerű végtagok már egy olyan benyomást keltenek a kutyáról, hogy egy hatalmas tömeg közeledik. Ez meghatározza az egész kutyának a tulajdonságát is. Ha emellé egy higgadt, de magabiztos megjelenést produkál a komondor, akkor nincs az a tulajdon, nincs az a tanya, nincs az a kert, nincs az a család, akit ne őrizne meg egy idegen betolagodótól. Ránézek a fejére és látom, hogy egy nagy tömegű fej, egy kankutyáról lehet szó. A szukáknak mindig egy picikét finomabb a feje. Nagyon szép sötét pigment, ami ezen a kutyán is látszik. Nagy fekete gomb orr egy szintén fajtát meghatározó és egy karakteres megjelenést produkál a kutyának. Nem túl hosszú nyaka van, mint általában a mai kornak megfelelő sókutyáknak, hogy hattyú nyakkal. Őnek egy közép, hosszú, de nagyon izmos nyaka, egy nagyon izmos, erős hátvonal, ami azt a funkciót próbálja szolgálni, hogy tértölelő mozgással nagy területeket be tudjon járni. Ő egy 15 hónapos kan, ő neki már nagyon szépen kezd zsinórokba, szalagokba rendeződni a szőre. Egy 3-4 éves korára ez egy egészen középhosszú, akár földikérő, erős rasztás szőr. Ő neki a korának megfelelő tömegű, jó minőségű szőre van ennek a kutyusnak. A hatalmas bunda tökéletesen véd az időjárás viszontagságaitól. Ezért a komondornak nincs szüksége házra, csak egy helyre, ahová behúzódhat az eső vagy a hó elől. Komondor eredeti munkájából kifolyólag nem nagy igényű fajta. Ha van elég tér a mozgásához és ott a gazdi, aki szereti, tökéletesen elégedett. Az udvar, porta őrzése a vérében van, erre még tanítani sem kell.
A területét nappal keveset mozogva heverészve őrzi, de ébersége egy pillanatra sem lakkad. Éjszaka rendszeres őrjáratokat tart, állandó mozgásban van. Komondor az kizárólag területőrző. Magyarul egy nagy sportpályán volt a feleségem gondnok, és oda kellett olyan kutya, amikor nem vagyunk ott, hogy ne tudjanak bejönni. Ugye a magyar vizsla az nem erre való. A német juhász meg nem vált be sajnos, és azért nem vált be egyébként, mert nagyon munkaigényes. A komondort nem kell tanítani őrzővédő feladatára. Ő nagyon jól tudja, hogy az az ember, aki nekem nem szimpatikus, az élből neki sem, és a területét, ha nem vagyunk otthon, akkor mindig megőrzi. Ha kimozdítom a területéről, akkor egy jámbor jószág, de úgynevezett mesgyekutyának is hívták régebben, hiszen a tanyákon nem volt kerítés, a kerítésen belül voltak a kuvaszok, az úgynevezett pitvarban, és a komondor a kinti területet őrizte. Ő nagyon jól tudta, hogy meddig tart a tanya gazdának a földje, ugye természetes megjelölése volt a földművelés közben mindenkinek, és ezt a kutya azonnal jelezte. Ő mindig a legmagasabb pontra helyezkedtek el, általában több komondor tartottak, és ugatásával és a támadásával, ugye a megjelenése maga, a robosztussága, a nagy szőrköntöse ijesztővé tette az idegen számára. Ezért mindig tartottak a komondoros tanyáktól. Hál' Istennek mi ott a komondorunk van, ez is egy elég nagy porta, egy holdon fekszik, és még ide se, amióta komondorok vannak, nem akartak bejönni. Nagyon jámbor, gyerekeket is szereti, elfogadja, nincs semmi probléma, idegen embereket akkor tűr meg csak, hogyha mellette vagyunk, és egy nagyon nyugodt, igénytelen állat. A szőrköntöse nyáron megvédi a melegtől, télen a hidegtől, az ólakban nem igen szívesen tartózkodnak, elbújnak árnyékos helyre, vagy a jéghátán fekszenek télen is. Úgy élünk vele, hogy hát mi nem a lakásba tartjuk, de a lakásba is bejöhet. Ugye a kutya szeretet az nem abból kell, hogy álljon, hogy nyalja, falja a kutya a gazdáját. Ő eltűrje, én is eltűröm az ő viselkedését, tudomásul vesszük, hogy ő mit, mire képes. Magyarul ugye területőrzésre, játékos, kölyökkorba 9-15 hónapos koráig azért még ő fejlődik, és játékos a kutya, de akkor táplálék igénye is nagyobb a test növekedések miatt, utána nagyon kisigényű és nagyon szófogadó. Minden állatnál, főleg minden kutyánál is legalább annyira következetesnek kell, ha nem következetesebbnek, mint egy gyermekkel. Ha én egyszer azt mondom neki, hogy ide gyere, akkor jöjjön oda, ha maradnia kell. Mondjuk arra a komondor azért nem alkalmas, hogy lefektetem, mint a német juhászt, vagy a vadászkutyát, és maradj ott, neki nem is ez a dolga. De a szófogadossága, az engedelmessége, általában azért tartunk kennelben, ilyen nagy területen komondort, hogyha idegen jön, vagy bárki a kennelbe szó nélkül, illetve első szóra be kell, hogy menjen, és ott elfoglalja a helyét. Ez a kutya például, ez a nyitott kennelbe jobban érzi magát, mint hogyha kiengedem szabadon és nyitva hagyom, vagy bezárom a kennelt, mert ő állandóan a nyitott kennelbe fekszik, de azonnal tudja, hogy ha idegen jött a területre, akkor körbejárja, vagy jelzi, akár a kertnek a legvégsőn is megérzi azt, hogy valaki idegen jött. Úgyhogy ezek olyan tulajdonságok, ami a komondort komondorrá teszi. A komondor, ha helyesen nevelik, sohasem akarja elsőbségét bizonyítani gazdájával szemben. Kimondottan embercentrikus, szeretetét nem csak a gazdájára, hanem a családtagokra és a közeli barátokra is kiterjeszti. Két kutyát szerettünk volna, és az egyik mindenképpen vizsla lett. És a vizsla mellé szerettünk volna egy
egy ház és vizsla őrző testvért. És az egyik kollégánk ajánlotta végül is a komondort, mint fajtát, és amikor megláttuk kicsiként, akkor már nem is volt kétség, hogy ő a miénk lesz. Sokan mondják, hogy nem bujós a komondor, meg nem kell őt agyon szeretgetni, de azt gondolom, hogy amikor elhoztuk, hát most már lassan egy éve van nálunk, akkor nem kutyát, hanem egy új családtagot választottunk. Egyszerűen az, hogy mennyire szeret, és mennyire a családunkhoz tartozik. Ez az egyetlen tulajdonsága, de ez mindent elmond. Ő Aszu, ő 9 éves, ő Áfonya 8 éves, neki a testvére Bátor, ő szintén 8 éves, és mindegyiknek a mamája Úzó, aki ott a végén szundikál békésen, ő pedig 12 éves. Amikor még második kerületi házunkban laktunk édesapámékkal, és a bácsi fogadott édesapámmal, aki a sarkon lakott, hogy ez nem hiszi el, hogy a kuvasz az olyan jó házőrző, és majd ő megmutatja, próbáljuk ki, 2 hétig eteti a kutyus csirkehússal, és hogy ő utána úgy jön be, ahogy ő akar. Így is történt, kutyák már amikor hallották, hogy jön az utcába az idős úr, rohantak a kerítéshez, minden nap kellemesen megetette őket a hússal, majd a 10. napon mondta, hogy akkor ő most nyitja a kaput, nyitotta a kaput, és akkor utána nagyon gyorsan szaladt, mert a kutyák elkapták a nadrágját, és egy darabot magukkal vittek, mert azért a finom csirkehús nagyon finom volt, de be ne tessék jönni. A gyerekek miatt összezőrentünk a feleségemmel, ő kiment teregetni a ruhákat, és látta, hogy a nejemnek valami nem tetszik. Kísérgette a kutya, ment vele, és egyszerűen mellé szegődött a kutya, és próbálta vigasztalni. Aztán ugyanez a kutya, mikor a telepre megindult az élet, és ott elkezdtek a sportolók jönni, ugye be kellett zárni a kennelbe, és még nem volt készen a kennel teljesen számára, illetve egyszer kiszökött, mivel több mint 5 hónapos korba került hozzánk, és nyugi, és meg kellett kötnöm a kutyát. Láncra kötöttem, és a kutya húzta magát a láncon, és szó szerint, nem, ha nem látom, nem hittem volna el, hogy sírt a kutya. Potyogott a könnye, a lánc végén a földön lehetett látni. Feleségem bement hozzá, hogy elengedje, és akkor megmorogta, nem tudta elengedni a kutyát, úgyhogy úgy telefonált utánam, hogy azonnal rohanjak haza, és akkor le kellett a láncról venni a kutyát. Soha többet nem kötöttem komondort láncra azóta. Kuvasz szeretni az egy életforma. A kuvasz tisztességes, nyílt tekintetű, mindig lehet rá számítani. Az én kutyáim 5-6 kuvasszal élek, mikor hogy alakul. Az én kutyáim sohasem voltak alattomosak, mindig tudtam, hogy mit szeretnek. Nekem a kuvasz többet jelent, mint egy kutyatartása. A kuvasz tulajdonképpen minden olyan pótol mindent, ami szórakozást jelenthet, mert az odaadó tekintet, az a szeretet, ami sugárzik belőlük, azt sehol nem kapja meg az ember. Ilyen hűséges társ, mint a kuvasz, nem hiszem, hogy van a világon még.